Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és nem tudom hányan emlékeztek még a Mesehabbal című sorozatomra, ami arról szólt, hogy különböző, hát leginkább animéket kezdek el sorolni nektek, vagyis ajánlani, hogy érdemesen megnézni, vagy inkább kerülendőek. És úgy gondoltam, hogy ezt az egészet érdemes lenne egy kicsit leporolni, és újra elővenni a témát, hiszen én is rengeteg különböző sorozatot nézek, így miért nem osztanám meg az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat. Így a mai alany egy abszolút ilyen nagyon lazzas sorozat, ami igazából, hogyha mit tudom, kaja közben simán tudsz nézni, nem kell hozzá nagy koncentráció, nem fogsz behugyozni tőle, amikor a, tehát az izgalmak azok nem olyan, nem egy feszült sorozat, hanem egy ilyen könnyed komédia, és nem is annyira befogadhatatlan a nyugati néző számára, tehát úgy egészen normális poénok vannak benne, amit így lehet értékelni. Nem egy komoly mű, eléggé gyerekes is, de a lényeg az, hogy lazán nézhető. Ez pedig a Gabriel Dropout nevezetű sorozat, ami ugyanezen a néven fut japánul is, annyi, hogy katakanával írják ki ugyanezt is. Tehát lényegében ugyanez a címe. És arról szól, hogy van egy angyalka, aki a top tanuló a mennyben, ilyen menny, mennyei iskolában. Ez egy ilyen keresztény angyal, tehát hogy így a keresztény mm, angy, hát ilyen, hogy hogy hívják ezt, vallás van így belekeverve. ilyen nagyon-nagyon finoman a, a japán kultúrában, ugye ott nem a kereszténység a fő a vallás, ott nem sok keresztény van ne, nem ez ennek a lényeget nem egy vallásos sorodat az egész csak inkább a, 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 az ilyen keresztény jelképekből vannak kiemelve dolgok, mint például a Gébria maga a főszereplő aki, mint említettem egy él tanuló és az a feladata most, mint minden másik angyalnak, hogyha elérnek egy bizonyos kor, hogy le kell menniük a földre egy emberi iskolában tanulniuk egy teljes esztendőn keresztül, és utána a tapasztalatukat felhasználva jobb angyalá kell válniuk. A lényeg az, hogy ez az egy év, ez csak egy ilyen, nem is tudom, ilyen gyakorlatnak számít és ezután ugye jobb angyalok lesznek, vagyis segíthetik az embereket, vagy aztán majd a túlvilágon, a mennybe fel tudják vinni a halott lelkeket. Tehát ilyen nagyon cuki, aranyos történet. A lényeg az, hogy ez az angyal, ez a Gabriel lejön a földre, és beiratkozik ugye egy iskolába, nem is az a lényeg, nagyon sok jót tett, cselekedetet csinál, segít az embereknek, ahol csak tud, és aztán kinyitja a laptopját otthon, és van egy, egy MMO játék benne, fut egy MMO játék a laptopján, és segítségért kiáltalán benne, és ő úgy érzi, hogy ez számára egy ilyen hívó szó, tehát hogyha még ha csak egy online játékos is kér egy segítséget, hogy valaki hílelje föl, akkor is neki kötelessége segíteni, meg hát szívesen segíthet, ez egy nagyon jó angyal, és hát uh, utána van egy ilyen kis uh, idő kihagyás, ez hát még az első részben benne van, és uh, utána kezdődnek ugye a problémák, ez a Gabriel ugyanis fogta magát, és játékfüggő lett. Tehát, hogy így uh, nagyon durván uh, bele uh, temetkezett a, a videójátékokba, és uh, igazi geek lett, vagy nerd, vagy nem tudom ez a, a hát ilyen olyan szempontból rossz értelemben, hogy csak a játék, tehát hogy csak a csak a videójáték, nem érdekli őt semmi a, és teljesen lezüllött a lány, tehát hogy így abszolút szétesett már semmi angyali vonása nincsen, lényegében már arról kezdenek el ugye beszélgetni a szereplő társai van akikre mindjárt akikre mindjárt kitérek hogy bukott angyal lesz tehát uh, igazából erről szól a sorozat ebből lesz így a komédia hogy hogyan lesz ez a vagy hogy hogyan éli meg ez a játékfüggő angyal lány azt, hogy folyamatosan zaklatják olyan dolgokkal, amiket amúgy meg kéne tennie, hiszen ő neki van egy feladata, egy szent feladata, ha úgy tetszik, és, és hát mindenki piszkálja, és ráadásul lesz egy nagyon jó barátja, aki mellesleg egy ördög lány, aki, aki igazából pontosan annyira ördögi, mint amennyire a Gabriel angyali, tehát hogy itt totál ellentétje a kettő másiknak, tehát semmi démoni vonással nincsen annak a lánynak nagyon kedves, nagyon segítőkész és aranyos teremtés, ellenben a gabriel el a főszereplővel, aki viszont egy undok, hát itt sok jelzőt lehetne be hozzátenni a személyiségéhez. Igazából szerintem ilyen szempontból érdemes megnézni a sorozatot, mert ezekre így épülnek a poénok. Tehát, hogy, hogy uh, tényleg egy ilyen nagyon laz a komédia, ami nagyon könnyen emészhető. 2017-es sorozat amúgy, és uh, 12 epizódja van, nem, nem, nem hosszú. Tehát nagyon laza az egész, és nem azt mondom, hogy ez egy olyan anime, amivel talán érdemes elkezdened az anime pályafutásodat, de hogyha még új vagy benne, vagy már régi, akkor igazából teljesen mindegy, könnyen emésztető a dolog. Ilyen nagyon durva poénok nincsnek benne, tehát nem, nem ilyen brutális, vagy, vagy valami nem is ö, emlékeim szerint nem is szexista, tehát, hogy úgy olyan abszolút ilyen kedves, ö, kedvesen vicces sorozat. Szóval egy ilyen nagyon könnyű, nagyon laza valamire vált, én szerintem ebbe érdemes belekatintani és megnézni. Szerintem így lényegében teljesen aranyos és szórakoztató. Nem egy, nem egy mestermű, tehát hogy nem fogsz erre évek múlva is emlékezni, meg nem fogsz ebből évek múlva is idézni, hogy ú, uh, hát a Gabrielben izé, valami izé, szöveg volt, vagy valami hatalmas nagy ultra poén, de ha nincsen éppen mit nézned, szerintem nyugodtan vágj bele. Nagyon sokat szerintem nem veszítesz vele. Sőt, szerintem ha egy ilyen, tényleg egy ilyen kis kedves sorozat, ami jó ilyen, mondjuk esetleg egy durvább, kemény sorozat után, ahol már tényleg ilyen stresszes voltál, hogy úristen, már nem bírod tovább, akkor ez egy ilyen jó kis átvezető sori arra, hogy egy megint mondjuk egy másik durvább dolgba belekezdj. És szerintem ennyi is lett volna a Gabriel Dropout nevezetű, animének az ilyen kis rövid beszámolója. Ha láttátok már, akkor írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, meg nem láttátok, akkor is megnézitek, azt is megírhatjátok, hogy szerintetek milyen volt. Nem mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog, de hát ezt szerintem hamar el tudod dönteni, hogy érdekel-e. Körülbelül négy szereplő van benne, tehát nem olyan nehéz megérteni. Tehát nem, nem sok, tehát négy főszereplő van, és vannak mellékszereplők. Ezek a főszereplők meg úgy változnak, meg inkább a Gabriel körül vannak a történetek. De néha megesik, hogy mások is középpontba kerülnek. Van, vannak ugye más angyalok is, és más ördögök is a környéken. Ezekből is lesznek poénok. Igazából idővel. Szóval Vágjatok bele belenyugodtan, ha úgy érzitek, hogy megjött hozzá a kedvetek, én ilyen szempontból tényleg ajánlani tudom. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!